Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Hónapok óta tudjuk, hogy a NATO és a NATO tag Magyarország érdeke az, ha Svédország csatlakozik a Védelmi Szövetséghez. Mert az erősebb NATO nagyobb biztonságot jelent hazánk és Európa számára. Ennek legfőbb akadálya eddig Törökország ellenállása volt. Már azonban ez is elhárult, hiszen a török parlament megszavazta a svédek csatlakozását. Orbán Viktor tehát ebben az ügyben is egyedül maradt, mint az összes többiben, és teljesen magányosan tart be a svéd NATO csatlakozásnak. Ez a játék a törökök kiszállásával véget ért. A valóság megérkezett a karmelit a küszöbére. Orbán Viktor gyenge és magányos ahhoz, hogy megakadályozza a NATO bővítését, bármilyen erős orosz befolyás alatt is áll. Az árnyék kormány felszólítja a miniszterelnököt, hogy ismerje be újabb európai vereségét, és ratifikáltassa a Magyarország gyűléssel a svéd NATO csatlakozást. Teljesen nyilvánvaló, hogy az orosz befolyás alatt álló magyar miniszterelnököt már nem tekintik szuverén szereplőnek az európai politikában. Még a svéd NATO csatlakozás első számú érdekeltje. Svédország és a svéd kormány is azt mondta, hogy nem akarnak találkozni Orbán Viktorral. Nincs miről tárgyalniuk. Ez a súlytalanság biztos jele a politikában. Itt az ideje, hogy Orbán Viktor beismerje vereségét és ratifikálja a NATO bővítést. Ezt meg is teheti az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülésen. Az ember azt gondolná, hogy ha egy ország el akar érni valamit egy másiknál, akkor kapva kap minden alkalmon, amikor egyeztetni tud vele. Most mégsem ez történik. A svéd miniszterelnök nem akar Orbánnal találkozni. Ennek pedig jó oka van. A svéd kormány pontosan tudja, hogy Orbán Viktor gyenge, magányos és sújtalan. Ráadásul nem ura a saját cselekedeteinek, a saját döntéseinek, mert azok a Krembben születnek meg. Magyarán nem kell Orbán Viktorral találkozni ahhoz, hogy a Magyarország ratifikálja a svéd NATO csatlakozást, mert az így is, úgy is meg fog történni. Ez a következménye annak, hogy amikor Orbán Viktor kinyitja a száját az EU-ban, akkor Vladimir Putyin szavai jönnek ki rajta. Orbán Viktor, mint érdek érvényesítő képességgel rendelkező önálló politikai szereplő, egyszerűen megszűnik létezni. Az árnyékkormány felszólítja a miniszterelnököt, hogy ismerje be újabb európai vereségét, és ratifikáltassa a Magyarország üléssel a svéd NATO csatlakozást. Ezt meg is teheti az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülésen. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!